És mindig felmerült a kérdés, hogy én esetleg énekelek-e. Én eddig nem akartam beleszólni, mert más művészetében nem ugatok bele, ez viszont szorosan kötődik hozzám ez a dal, ezt mind a mai napig én is éneklem, nagyon szeretem, meg ráadásul én is írtam. Meg hát te is írtad, ja, nem különben. Így aztán... Így aztán ebben most bele fogok folyni, de bekapcsoljuk a kamerákat, jó? Tehát most megint nem csak a rádióban lehet minket hallgatni, hanem a Retro Rádió Facebook oldalán is. Köszöntünk mindenkit. Miért eddig nem voltam megfésülve? Nem tudom. Most már teljesen mindegy. Este 10-kor már van mindegy, mi? Veszek egy bukót. Némi magyarázatra szorul, hogy akik most látnak minket, hogy például a Popper Péter előtt miért van kettő mikrofon, meg a Sipos Tomi kezében is van egy mikrofon, meg előtte is van egy mikrofon. Hát itt más mikrofonba beszéltek, és más mikrofonba énekeltek. Amikor énekeltek, akkor van rajta mindenféle effekt, zengető, hogy egyáltalán jó legyen, nem, hogy szebb legyen. Hallod, az ének élő, a vaker meg playback. Ja, igen, amit beszélünk, az nem most történik, azt felvettük előre. Ja. És az ének meg hát eljátszunk. Rohangálós mikrofonban szeretném. Futkosos mikrofonban énekel a Tomi. Szóval igazából ennyi. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltátok ezt az estét, hogy volt erre időtök. Majd írunk egy igazolást, hogy itt voltatok. Ha hazafelé megállít a rendőr, akkor dolgoztatok. Még hogyha gázsit nem is kaptatok érte. Hát igen. De majd egyszer ez is eljön. Ez az idő. Igen. Előre nem szóltatok, utólag már. Ha már elvisszük itt egy a bocskornak ez a keverőpulcs, ezt tesszük azt. Azt ne vidd el, mert akkor mérges lesz a bocskor. Összeomlik a reggeli műsor. Na hát azért a nélkül is megvannak. A nélkül is összeomlik. De... Ja, ja, bocs. Engem fognak hátsó billenteni ezekért a mondatokért, nem viccelj már. Vicceltem csak. Szóval ezúton kívánunk még egyszer a hölgyeknek nagyon-nagyon boldog nőnapot, mindenkinek, aki nemzetközi nőnek hiszi magát, vagy érzi magát, hiszen ki is derült, hogy nemzetközi a műsorunk Floridától Svájcig mindenhol. Tenerifén néztek és hallgattak minket. Jó, hát akkor búcsúzunk a Valamiben hinni kell című dallal. Rövidesen 10 órakor érkezik majd Várkonyi Attila a programajánlóval, 11-kor Éhreimesék Vas Majával. Holnap reggel újra bocskorék ébresztenek mindenkit. Most megígérjük, hogy semmit nem viszünk el a stúdióból, nem. Tehát a megszokott minőséget kapják. Max a jó hangulatot. Holnap este pedig újra találkozhatunk itt az Avaházi Presszóban. Meződi József, az Apostol frontembere lesz majd a vendégem. Fater. Na tessék, Valamiben hinni kell. Ez a mai nőnapi különkiadás záró dala. Tessék! Úgy érzed, ennyi volt, nem bírod tovább. Hajtottál évekig, de belefáradtál. Összedőlt minden, mint egy ócska kártya vár. Nem maradt más. Csak elveszett álmok, miket évekig kerestél. Újra kezdted százszor, de mindig vesztettél. Folytatni nincs erőd. Úgy érzed, nincs jövőd. De nem adhatod fel. Van még időd. Valamiben hinni kell. Próbáld meg újra. Próbáld meg másképp. Valamiben hinni kell. Próbáld meg még egyszer, ha remény soha ne add fel. Ne add fel. Lehajtott fejjel a szakadék szélén állsz. A fájó érzések vadul törnek rád. Szabadság szárnyait ne tépd le magadról. Drága az életet, ne dobd el magadtól. Hidd el, hogy van erő. Hidd el, hogy van jövőd. Nem adhatod fel, van még időd. Valamiben hinni kell. Próbáld meg újra, próbáld meg másképp. Valamiben hinni kell. Próbáld meg még egyszer, ha remény soha ne add fel. Valamiben hinni kell. Próbáld meg újra, próbáld meg másképp. Valamiben hinni kell. Próbáld meg még egyszer, ha remény soha ne add fel. Valamiben hinni kell. Hinned kell.
Ez a Retro Rádió.